az MKP elnöke, Csáky Pál, parlamenti képviselő Pozsonyból. Akit nagy tisztelettel köszöntök, és átadom neki a szót. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Kedves dunaszerdahelyiek, kedves csalóköziek, kedves vendégeink a szlovákiai magyar latta régiókból, kedves vendégeink a határokon túlról, hölgyeim és uraim! A történet, amelyről ma este itt, ebben a stadionban szó esik, nagyon régen kezdődött. A kezdetek belenyúlnak az írott magyar történelem előtti korban. Nem tudjuk ugyanis, mikor fogalmazódott meg először magyar fejekben az a gondolat, hogy vigyázz magadra, magyar, mert ha nem jól veszed a történelem által éppen eléd állított akadályt, elbukhatsz és eltűnhetsz a történelemben. Azt már biztosan tudjuk, hogy Álmos és Árpád vezéreink megértették ezt az üzenetet. Letelepedtünk itt az akkor nyugalmasnak gondolt Kárpát-medencében, és alig hogy berendezkedtünk, jött a bajor támadás, jött a csehek támadása, jöttek a balkáni támadások, és újból védeni kellett szülőföldünket, a hont és identitásunkat. Alig stabilizáltuk ezt az országot, már is itt volt a határon a tatár, később 150 évig a nyakunkon a török, és ugyanezt a küzdelmet folytattuk a Habsburgokkal, később a németekkel, majd a szovjetoroszokkal. A küzdelem több mint 1000 éve egy dologról szól. Arról, hogy nekünk magyaroknak minden körülmények között túl kell élnünk a történelmet. Nekünk győztesnek kell lennünk minden körülmények között. És most egy rövid történelmi lecke mindannyiunknak, narancssárga nyilas ellenfeleinknek is, akik most a választásokon velünk szembe mennek. Hogy lehet a történelmi sorsfordulókon viselkedni? Ad abszurdum. Árpád vagy Álmos viselkedhetett volna úgy, hogy feltételek nélkül kiegyezik az akkor ránk támadó nomádokkal, esetleg egy közös KFT-t próbál velük alapítani. De megkérdezem, kedves barátaim, hol vannak az akkor ránk támadó népek? Negyedik Béla királyunk, a második államalapító, szintén kiegyezhetett volna feltételek nélkül a ránk támadó tatárokkal. De megint csak megkérdezem, hol van Batukán, vagy hol van Dzsingisz Kán birodalma, mi magyarok pedig itt vagyunk? Kérem, emlékezzenek majd körülbelül egy óra múlva Dobó István dilemmájára. Vikidál Gyula alias Dobó István körülbelül itt fog állni ezen a helyen, ahol mi is állunk. És a dilemma, a kérdés az lesz előtte, föladja a várat, föladja a török által juhakolnak csúfolt Egert, vagy pedig megpróbál küzdeni reménytelen helyzetben is az utolsókig. És Dobó nem a megalkuvást választotta, hanem a küzdelmet. A küzdelmet a túlérésért,
a küzdelmet azért, hogy ennek a népnek esélye legyen, és megkérdezem, hol van az oszmán birodalom, mert mi magyarok megint csak itt vagyunk a 21. század elején. És megkérdezem, hol vannak a Habsburgok, akikkel ki kellett egyeznünk, vagy hol van a szovjet-orosz birodalom, vagy hol van az a német birodalom, amelyik fenyegetett bennünket. Mi magyarok itt vagyunk, itt leszünk, és ennek egyetlen egy feltétele van, és ezt akarjuk innen üzenni mindenkinek Dunaszerdahelyről. Hogy nem adjuk föl. Nem adjuk a pirosunkat, nem adjuk a fehérünket, és nem adjuk a zöldünket. Üzenjük mindenkinek! Üzenjük mindenkinek Pozsonyba, de még talán a pálinka gőzbe burkolózó Zsolnára is, hogy nem adjuk az anyanyelvünket, nem adjuk a kultúránkat, nem adjuk a szülőföldünket, nem adjuk az iskoláinkat, nem adjuk az identitásunkat. Magyarok voltunk, magyarok vagyunk, és magyarok is akarunk maradni. És ezért tenni is fogunk, tenni is akarunk. A sors, a történelem kegyes hozzánk. Nem azt kéri, hogy a bástyákat védjük fizikai szempontból, vagy fizikailag. Nem azt kéri, hogy csataterekre vagy lövészárkokra menjünk. Azt kéri tőlünk, hogy tegyük meg azt, amit civilizált, demokratikus körülmények között meg kell tennünk, és üzenjük mindenkinek, azoknak is, akik nincsenek itt, de lélekben velünk vannak, és velünk lesznek 12-én, hogy elmegyünk, és a miénkre, az egyedüli magyar pártra, a magyar koalíció pártjára szavazunk. Köszönjük szépen! Csáki Pál. Most pedig tisztelettel kérem a... Magyar Köztársaság nagykövetének lenni megtisztelő feladat. Önök látják, nyomon követik azt a harcot, munkát, küzdelmet, amit közösen folytatunk önökért, az összetartozásért. A feladatunk nem könnyű, vannak kellemesebb és kellemetlenebb pillanatai. A mai estén azért kértem szót, mert délután egy nagyon fontos információval lettem gazdagabb, és azt a feladatot kaptam, hogy ezt osszam meg önökkel. A Magyar Köztársaság kormánya úgy döntött, hogy megtámogatja a Magyar Koalíció pártja a parlamenti képviselőcsoportjának azt a kezdeményezését, amellyel segítenek az árvízkárosultakon. A mai döntés alapján A mai döntés alapján 50 millió forintot utalunk át azonnali hatállyal a megnyitott számlára. Elnök úr, használjátok egészséggel és bölcsességgel. Nagykövető engedje meg, hogy a rászorultak nevében megköszönjem ezt a támogatást, és itt kollégáim nevében is nyilvános kötelezettséget vállaljak, hogy nyilvánosan a sajtóban minden filléről el fogunk számolni. Minden fillér a rászorultakhoz fog jutni. Köszönjük szépen!